Tóth Péter Lóránt vagyok, kunszentmiklósi tanár, versvándor. 25 évvel ezelőtt a magyar tanárom egyik órán kezembe adta a Borino-teszt. Akkor gyermekként megfogadtam, hogy egyszer bejárom a költő és a bori munkaszolgálatosok utolsó útját. Ez a film Radnóti Miklós magyar költő és a háborúk névtelen áldozatainak kíván emléket állítani. Lélek vagyok. Élni szeretnék. Nemrég érkeztem be Pancsovának egy kertvárosi részébe. Ezt a részt úgy hívják, hogy Hertelendi falva. Itt élnek a magyarok többségében Pancsován belül, és itt is lesz este a szállásom, a Tamási Áron Műveldési Egyesületnek a nemrég átadott nagyon-nagyon szép közösségi házában. Egy pár hónappal ezelőtt jártam én már itt, akkor Káló Béci barátommal hoztuk ide a szabadságharcot, és meg is beszéltük az itteni magyarokkal, hogyha elindulok ezen a Radnóti úton, akkor mivel Radnótiék és Pancsova felé jöttek, ezért mindenképpen fogunk találkozni. És ez így is lesz, ma este 7 órakor lesz az előadás Pancsován. És valóban én is erre jöttem, hiszen Radnótiéknek is erre kellett jönniük. Hiszen Belgrád után ők egyenesen akartak menni fölfelé, Újvidék felé, de a front már annyira közel volt hozzájuk, hogy amikor átjöttek a hídon, akkor egy Wehrmacht tiszt lépett eléjük ott a ködből, és megtiltotta nekik, azt mondta, hogy a Fruskagora az már hadi út, tele van partizánnal, és ezért nem engedik el arra a menetet. Ezért egy óriási kerülőt kellett tenniük Radnótiéknak, át a Bánáton, Pancsova, aztán Opava, Titel, ott át a Tiszahídon, Tiszakálmánfalva, és úgy érkeztek meg Újvidékre. Mikor pár hónappal ezelőtt itt jártunk a Szabadságharc című előadással, akkor hát ezek a hertelendi falvi magyarok, ők bukovinai székelyek. És olyan ízzel és úgy beszélnek, mint a székelyek. Ez nagyon érdekes volt ez a találkozás, hogy a történelmileg vett Székelyföldtől ők mennyire messze vannak, de mégis mennyire tartják nemcsak a hagyományaikat, a kultúrájukat, de hogy ez a beszédükben is, hogy mennyire megmaradt. Nagyon-nagyon ékes kincs ez itt, azt gondolom, a bánáti részen, bukovinai székelyeknek a leszármazottai. És ugyanazzal a vendégszeretettel, ugyanazzal a kedvességgel, mint Székelyföldön az ottani székelyek.
Jó napot kívánok. Üdvözlöm. Jó napot. Adhatok két puszit. Persze. De jó meleg van itt. Jó színben vagy valami. Igen? Na jó, egy kicsit megpörkölt, tiszteltem. Jó napot. Hát Belgrádig inkább. Az volt, hogy fárasztó, ott a hegyen keresztül, meg ugye 25 kilométer rögtön bejött az elején, mert eltévedtünk, és akkor újra kellett kezdeni az egészet a másodiknak, úgyhogy... De most már az... Beírtad az időt. Már Belgrádot két nappal sikerült, úgyhogy... Ja. Hogy ide juttál. Sorakozó! Puccáj! Daje! Halt! Vigyázz! Ásó! Sorakozó! Halt! Puccáj! Vigyázz! Ásó! Feküdj! Sorakozó! Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Zimony sziget. Az egykori nemzetközi vásár néhány pavilonjában kapnak szállást. Radnóti a Philips pavilon lépcsőjén tölti az éjszakát. Csak reggel veszi észre, hogy itt rendezték be korábban a belgrádi gettót. A falakon vérnyomok, karcolt búcsúszavak és rengeteg szétszórt gyermekholmi. Szemben a felirat. A Holland Philips 250 ezer rádiót gyárt évente. Bolond, ki földerogyván fölkél, s újra lépked. S vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet. De mégis útnak indul, mint akit szárnya mel. S hiába hívja árok, maradni úgysem mer. S ha kérdezed, miért nem? Még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a békeméhez öngne, míg hül a szilvalekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lom között gyümölcsök ringnának mesztelen, s fanni várna szőkén a rőtsövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek.
Győr felé vannak még ilyen szélmalmok. Nemrég hagytam el Jabukát, torontállomást. Csapori Tamásnak a könyvéből tudjuk, hogy tulajdonképpen amikor Pancsováról kiér a menet, onnastól kezdve válik mozgóvesztőhelyé. Ő használja, Csapodi, ezt a kifejezést, ami azt jelenti, hogy a temesközi németekből, tehát svábokból verbuvált Deutsche Miliz fegyveresei, ezek egyébként nagyon fiatal emberek, tehát ilyen 15-16-17 éves gyerekekről van szó, elkezdik tizedelni a vonuló tömeget, és Pancsovától egészen Titelig, ahova én holnap után fogok eljutni, 400 embert ölnek meg ezen az útszakaszon. És ebből Jabukán körülbelül 140-et. Amikor elhagyja a menet Jabukát, itt Galagonyás felé nem sokára meg fog oda érkezni, akkor azok az emberek, akik már tulajdonképpen járásképtelnek, mozgásképtelnek, ezeket az embereket összeszedik ezek a németek, és visszaviszik Jabukára egy ilyen étteremnek mondanám, egy ilyen régi kocsmaszerű épülethez, ott tartják őket fogva, és két nap, október 1-én és 2-án végzik ki ezt a 140 embert. Radnóték mennek tovább, itt ugye ezen a bánáti szakaszon. Nagyon várják, hogy Titelre érjenek, hiszen akkor Titelnél volt az akkori Magyarországnak a határa. Tehát azt várták, hogy végre hazajussanak. És addig még két nap járás volt nekik. De hát ott se, amikor hazaértek, akkor se az várta őket, amit igazán szerettek volna. Mint az embereket tarolták volna le itt így. Jó 3 óra hosszát jöttem most itt ezen a pusztán keresztül. Volt itt minden, csatornába ugrálás, csatornából ki, be. Kukoricaföld, egy tűző nap. De ez most már itt első civilizációs jel. A közelben emberek laknak. Műút. Ezt meg elviszem, azt kidobom. Ennek örömére. Még van is belőle több. Hósa. Ja. Tadj de pijes. Voda. Ne. Ja. Ne csipjó. Ne csipjó. Ne, a szok. Ja, vala.
Vala. Dobar dan. Oni su za veću. Nehéz. Kicsi, megiszom itt ezt. Persze. Dobro pića se. No, nema sepsi. Pivo. Dobro, malo. Pivo. A to sam, pivo sam. Dobar dan, to sve, dobro. Dobro, snalazi se. Pivo, pelinkovac. Dobre. Vinjak. Da, to se razume. Domači kuh. Tako, dobro. Sunce moje. Aha, sunce dobro, moje. Znaju oni. Sunce moje. Dobro. Koliko dnevno, noću ne putuješ, samo dan? I noću idem? Noću spava. Jo, Tita. U Tita spava. Tita. Mađarski kulturacija, aha, dom. Dom. Znači, i koliko ideš dnevno? Kilometra dnevno? 13 kilometra. 30 km. Dobro. Da. Ide gore. Hvala lijepo. I drugi put kad dođeš. Ako dođeš. Još jednom. Ješ još jednu vodu? No, no, a hvala. Zanosiš? Dosta. No, malo ide jerkom. Gore ide kući, tamo kućemo od gore na severu Mađarsku. Tintel ide za Novi Topol, gore za Mađarsku. Hvala lijepo. Ajde, srećno. Hvala lijepo. Ajde, srećno. Da može. Okay. Dobro, nije lako to, a? Ne. Hvala lijepo. A šta? Ajde, ko želi? Hvala. Aha! A legfontosabb baj. Majd nem itt maradt. Valépa. Dovzénye! Dovzénye! Bravo! Farkas testvér! Szent Ferencről mesélték azt, hogy az egyik legenda, hogy ugye a gubbiói farkas, aki állandóan riogatta ott a környékbeli embereket, meg elrabolta az állatokat, sőt, még az embereket is megtámadta, szóval rettegésbe tartotta a gubbiót és környékét, és akkor egyszer Szent Ferenc arra járt, és találkozott a farkassal, és akkor a legenda szerint azt mondta neki, hogy farkas testvér. És akkor a farkas ezen meglepődött, hogy őt soha senki nem hívta még testvérnek. És akkor hát elbeszélgettek ott a legenda szerint, mert hogy Szent Ferenc értett az állatok nyelvén, és akkor a farkas ígéretet tett, hogy nem fog senkit se bántani a jövőben, és akkor onnastól kezdve az emberek pedig vittek neki ételt. És én voltam gubbióban, és van egy kis kápolna, és a kápolnában ott van egy a farkasnak a szobra, és a legenda szerint ott van eltemetve ez a farkas, ez a gubbiói farkas. De ebben csak az az érdekes, hogy tényleg,
hogy az ember úgy szólít meg vagy valakit, hogy barátságosan, vagy bizalommal, és nem rögtön előítélettel, akkor mennyire másképp alakulhat egy beszélgetés vagy egy kapcsolat. Úgyhogy ezt a farkas testvért azóta szoktam így használni. ...1944 őszén itt volt a határ. A Tisza túloldal az már Magyarország volt. És gondolom szerencsétlenek nagyon várták, hogy ide érjenek. Azzal biztatták egymást, hogy nem sokára Magyarországra érünk, és hogy megmenekülünk. Hogy egyszerűen megszűnik az őrület, ami ott 44 őszén volt az egész világon, de itt a Kárpát-medencében főleg. Hú, de szép! Kőszegi Ábel könyvéből tudjuk azt is, hogy amikor jöttek át a hídon, akkor többen elkezdték a himnuszt énekelni. Hogy itthon vannak. És a keretlegények meg rájuk üvöltöttek, hogy kussoljanak. Hányszor támadtem, fiad? Szép hazám Kebledre. S lettél magzatod miatt magzatot Hamvedre. Bújt az üldözött, s felé karnyul barlangjában. Szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában.